Ketten voltunk testvérek, és mi, a gróf Eszterházira dolgoztunk, mikor még kislány voltam, hát alig tudtam dolgozni, már mentem oda krumplit válogatni, trágyát, teregyet, alig bírtam el a vellát, mert küllött a pénz. Dolgozott a három bátyám, az apám is, még én is. Az egyik bátyám, hát az a grófoknál volt, az hintóval vitte, az ilyen paradicskocsis volt. És az egyik bátyám, az mindig ment vásárolni Tatára. Minden csütörtökön ment a konyhának vásárolni, ami küllött. És a harmadik bátyám, az még minden nap vitte a tejet Csákvára. Minden nap este vitte a tejet Csákvára, és reggel jött haza. És így dolgoztunk ott mind, onnan értük. Aztán mikor kicsit nagyobb, akkor már apámmal mentem a kertészetbe, ott is dolgoztam már. És mikor már nagyobb voltam, hát akkor már tudtam dolgozni, akkor mentem a kastélyba 3 évig a konyhába. És hogy tetszett járni dolgozni? Én 6 órától, hát 6:30-7 óráig. Nem 8 órát dolgoztunk, 6 órától 7 óráig. Mert 6:30-kor volt a vacsora, még el kellett mosogatni, mindent elrakodni, és akkor mehettem csak haza. Gyalog tetszett bejárni? Gyalog. Mennyibe telt, mire bejött? 1/2 óra körülött. Éppen egy 1/2 óra körülött mindig. Ja. És télen? Hát télen is. Mikor rossz idő volt, hát akkor adtak egy szobát, hát ne menjek haza, aludjak ott. A szép szoba volt. Be volt rendezve, mondom, hát mint egy úri nőne, úgy volt minden, mondom, kancsó víz volt ott, még de meleg volt a szoba télen, még mindent. Azt nem nekünk kellett csinálni. Ott voltak inasok, és azok mindenhol tüzeltek, még mindent. Mennyi volt a fizetése a terézményének? Hát így mindenkinek volt, 25 pengé volt a fizetés egy hónapra. 25 pengé volt. Hát az akkor sok pénz volt. Mi volt a dolga az Eszterházi családnál? Hát mikor a konyhában voltam, a konyhában főztünk, meg mosogattam, meg ilyesmit. Milyen tűzhelyen főztek? Ó, hát a nagy kája volt. Hát milyen nagy kája, innentől oda ilyen nagy kája volt. Ott főztünk, akkor nem volt gáz, fával tüzetünk. Volt külön egy, aki hozta be a fát mindig. És hány literes lábosokban főztek? Hát volt ott nagy lábos, nagy fazik. Akkor én nem bírta el. Mit kellett főzni? Hát mit mondjak, hát volt ott mindenféle. Volt fasírt, volt rántott hús, volt sült hús, hát amit... Minden. Hát mit mondjak, a grófoknak sokszor még békehús is volt. Hogy mi undorodtunk tőle, és aztán... Hogy ezt, valami a vendég volt. Hát volt még a két comb, hát én láttam, nem, mikor főztük, hát... Ja, és mit nem akartunk, mi nem, mert a szakacsa vett belőle, mint nem. Ja, még mindenféle ilyesmit. Milyen hús szokott lenni? A hús mindenféle volt. Még fácánhús is volt, a nőleg itt lett készítve, még az a, hogy hívják ezt a madarat. Fogoly? Nem fogoly, más valami volt. Szalonka? Szalonka. Azt is ettek mindig. És hogyan tetszett elkészíteni? Hát sütni, vagy a levest, olyan finom leves volt belőle csak. Még ilyen krumplis tészte, nudliféle, még az is volt, azt is kellett megint főzni, mákkal, még mindent tettek a grófok. Nem voltak olyan ízések. Pénteken mindig volt hal. Azt is Tatában ott volt, külön egy tó, és onnan hozták, azért mentek, hogy pénteken volt mind hal. Duros csuszával? Hát nem, csak így. És mikor jött a mikor a húsvét, azt hiszem, akkor annyi hal lett sütve, hogy minden házban tűttek egy tányérba egy pár darab rántott halat. Arra sem emlékszem. Ott külön egy nő, és azt sütötte egy kenyeret. És csak rossz kenyeret. Csak barna kenyer volt. Másmilyen kenyer nem volt. A grófok is. Barna kenyeret. Rossz kenyer. És a grófok azok nem is ették így a kenyeret, hanem pirítva. Mindig, mindenhez pirítos kenyeret tettek. Tüzön pirították? Vagy? Mindig. Nem volt egy ilyen rács, ilyen drót, ilyen rács, és ott lett, csak ezt tettek. Még a kalács volt, azt is külött pirítani. Ott, ahol az a torony van, ott volt egy nagy óra. És olyan pontosan ütötte a negyed órát, a fél órát, a háromnegyed órát, még a órát is. Akkor ütött. És mihány ütött, akkor
Már húztak a harangot. Ébben harangoztak, akkor a szemészet mind ment evédelni. Jöttek le a konyhába, mind evédelni kerítve volt, aztán mind ott evédelt. És este fél hétkor pontosan megint harangoztak, és akkor volt a vacsora. Akkor is mindenki jött vacsorázni. Pontos volt ott minden. És a uzsona 4 órakor volt. Volt egy ilyen kis lift a konyhába, és oda beletéve a zenivaló, fölhúzták, és ott voltak külön inasok, akik őnekik adtak. Azt már nem mi adtuk, mi csak a konyhába adtuk fő. És ott hogyan terítettek, azt tetszik tudni? Járt ott fönt az ő ebédlőjükben? Hát jártam fönt, de hát hogy, hát ott is volt terítő, meg úgy, mint terítve, egy méhtányér, egy lapos tányér, még szép tálba lett oda téve, és aztán úgy ettek. Ha vadászat volt, hát akkor na, probléma volt, meg őt a izé is testről, a kormányzó, a Horthy is ott volt, mentek ki lovakkal, mentek vadászni. Tetszett látni Horthy Miklóst? Láttam, személyesen láttam, persze. Volt mindenki kíváncsi, volt mindenki nézte, hogy mentek ki lóval vadászni. Milyen gyakran mentek vadászni? Hát minden évben mentek. És általában mire vadásztak? Hát amit találtak, szarvast, vaddisznót, nyúlat, mindent. Aztán behozták a konyhára is volt? Oda is hoztak, igen, és ott mindig volt. Volt egy pár cella ott, és az mindig teli volt, ilyen vittő cellák voltak. Azt teli lógott mindig hússal. Általában mennyit kellett főzni? Sokat ettek még? Keveset? Hát sokat, mert ott úgy volt, hogy minden nap jöttek oda ilyen szegény emberek. És azért mindnek adtuk el vizet mindig. És akik ott úgy bejártak, mert mentek oda be napszámba, mosónők, meg ilyesmit, azok nem ott evideltek. Azok hoztak edényt, és annyi edényt adtak, hogy a családnak otthon ott örül volt. Hogy volt az oroszlányi cigányokkal? Hát minden csütörtökön kaptak azok ebédet. Hoztak nem, hogy tányérba, hanem hoztak egy fazékat, és aztán abba adtunk neki mindig ebédet. Jött a farsang. Farsang szombaton, akkor bár volt. Akkor a szemészet mind oda jött és ott, és akkor sütöttünk, főztünk, és mindenki kapott ingyér ott uzsonát. Vagy vacsorát, aki ott táncolt, meg nyugatott. Ha volt tolfosztás, mert az is volt. Mert voltak kacsák, mint minden. Sokat hívtunk oda izéni, tudat fosztani, olyan bál volt, hogy úgy mulattunk, táncodunk, hogy zenes volt. És azért nem szoktam. Kik húzták a tartalámadat? Egy somlai fiú volt, és azt izét mindig. Azért mindig állt szemlélni. Ja. Rádió volt? Volt. De akkor nem árammal ment a rádió, hanem hogyan is ment akkor a rádió? Na, hogy mondták ezt, ezt tőteni különött. Mert tudom, ott a íze szokta tőteni mindig a... Aki a toronyházban dolgozott. Oda vittük, akkumulátoros. Na, most jut teszek. Akkumulátor volt. És olyan, hogy hallgattuk a rádiót. A Teréznénék is hallgattak rádiót? Persze. Milyen fontosabb események voltak akkor, mire tetszik visszaemlékezni? Hát ott is volt mindenféle zene, meg beszélgetés, meg... De így itt tudom én, hírek, meg ilyesmi, de erről nem is emlékszik, hogy lett volna. Ugye a világban az ember, hogy mindent tudott volna, nem? Karácsonykor kaptak ajándékot? Mindig. Mindenki kap. Mit tetszett kapni? Ruhának valót legtöbbször. Ruhának valót. Meg valót, hogy lepedőt, meg ágyneműt, mindenféle. A személyzetnek volt karácsonyfája? Volt. Mert nekik a konyhába is volt mindig kis karácsonyfa. Az nagyon lett tartva, az nagyon, a ünnepek, hó, nagyon lett tartva. A Szent Istvánról megemlékeztek akkor? Igen. Hogyan? Hát ez Szent István, hát akkor lett tartva nagy ünnep is, nem? Sőt, akkor lett mindig Isten is. Ők a vallásra nagyon sokat adtak. Nagyon sokat. Mert az én bátyám az volt ott, az hintóval ment, és az minden vasárnap hozta a plébánost Majkra, és ott misézett mindig. A kápolnában? Igen.
fél tizenegykor volt mindig a mise, és aki ráért, szóval teli volt a kápolna. Minden kéne kellett menni templomba, és a grófné az mindig áldozott. Hányan voltak itt a grófnék? A grófné, akkor a Mátyás, akkor a Marcél, akkor a Mennyus, akkor a Mónika. Ők hány évesek voltak akkor? Hát ők, a Mónika az fiatalabb volt, aztán két évvel, mint én, vagy még több. És a fiúk, két évvel, vagy mennyivel idősebbek voltak, pár évvel idősebbek voltak, mint én. A grófné, meg a grófok hány évesek voltak? Hát azokat nem tudom, mert... Terézini hány éves volt akkor? 17 éves volt, amikor oda kerültem, és 20 éves volt, amikor elmentem. A kastélyból volt ott, ami külön volt, a fiúknak volt külön egy magyar tanár. Hát az ő velük ott fönt volt, ezért nem a konyhába evett, hanem fönt. Volt egy szabó tanár volt, az volt a fiúknak a tanárjuk. Volt egy francia kisasszony, aki tanította franciul. Akkor volt egy német, annak mondtak neki egy svészta, hogy testvér, az németül tanította. Én nekem tetszett ott. Egy munka volt, azért sok munka volt, de én nekem tetszett. Úgy megvoltam, és kedvesek voltak, nem úgy, mint más uraknál. Jó, hát ezzel nem beszélek, ez csak cseléd, vagy ez csak ez, vagy az, nem? Ezek kedvesek voltak mindenkivel. Milyen ruhába jártak grófnék, meg a gróf? Hát rendes ruha, hogy most mennek, ilyen említés ruha. Én még sváb ruhába voltam akkor. Ja. De igen, rendes ruhába mentek, ahogy most mennek. De nem olyan, nem tudom én, hogyan fél voltak, ki voltak öltözött, nem voltak ezek igényesek. Nem. Sokszor a személyzet szebben van fölöltözve, mint ők. Az olyan nagyon örült mindig, mert volt az a nagy tó akkor, és ott annyi fa volt. Mindig azt mondta, jaj, úgy félek ezeket a fákat kipucolni ottan. És a grófné a fiával ment, és kipucolt az összes fákat. Ott a tónál, jégen álltak, és ott kipucolt a fákat. Azt mondja, jaj, azt mondja, úgy örülök, azt mondja, kipucolt a fákat, ott nem kellett mi. Mert olyan ember volt. Mindig úgy csináltak valamit, dolgozott. Menj hátra! Egy szartalmas, egy asszony volt. Szigorúak voltak? Ki? Grófné. Nem. Van egyszerű asszony volt, hogy csak én nem is tudom. Nem szidott el senkit soha? Nem. Nem. De csak néha sikerült valamit elrontani, nem? Á, nem. Miért hát az emberi dolog, ha valami el lesz jól, akkor se kell szólni, nem? Mert ez mindenki előfordul, hogy valamit elrontanak. A sós volt a leves? Hát nem ilyen, mert nagyon vigyáztunk arra azért. Hogy én meg, ha jobban sikerül, hát az előfordul, nem? Ha az ember akar, milyen jól akarja csinálni, akkor is nem sikerül sokszor. Mi az, amire legszívesebben tetszik visszaemlékezni? Hát minden tetszett nekem ott. Én boldog voltam ott, én nem is tudom. Akkor miért tetszett eljönni? Hát a férhez mentem. És nem lehetett visszamenni, szolgálni hát, tovább? Hát voltam még utána is mentem, mert az uram az elment a háborúba. És volt egy kislányom, akkor többször, hogyha volt nagy munka, akkor mindig hívtak, hogy menjek el. Akkor is elmentem többször. Ugye elrakni, segíteni, vagy mit, akkor elmentem. De az uramat írtam neki, akkor nem engedte meg. Maradjak otthon a lányomnál. De akkor is elmentem még. Én nagyon szeretem ott lenni. Jó volt. És mikor tetszett utoljára Majkon járni? Hát erre gondolkodni kell, hogy mikor voltam én Majkon, mikor voltam a grófnénál. Hát már nagyon régen. Ez hogy volt? Hát mikor hallottam, hogy ő a tyúkolba lakik. Olyan kíváncsi voltam, hogy lelki fordulásom volt, nekem ezt meg kell nézni, hogy valóban ott lakik, nem akartam elhívni. Miért került a grófnő a tyúkolba? Hát a kastélyból kidobták. Miért dobták ki? Hát azt nem tudom. Hát akik gazdagok voltak, akkor abban a hiszében, nem? Mindent elvettek. Hát őnekik is elvették a kastélyt, elvették a földet, az asszony betették a tyúkolba, de egy ilyen kis házban, nem? Ilyen lakás volt. Mert mikor én ott voltam, akkor tyúkok voltak ott benne, mert én mentem oda etetni. Hát aztán, amikor engemet látott, átöleltünk egymást és sírtunk mind a ketten. Mondom, kegyelmes az, hogy ezt érdemeltem meg. Azt mondja, látod, Rézi, ezt érdemeltem én meg.
akkor láttam, hogy olyan nagyon szegény, akkor meg pár nap múlva átmentem, és vittem neki virsalmát, még krumplit. Hát nem akarta elfogadni, hanem kegyelmes asszony. Én rá voltam szorulva, akkor mondom, hát különött a pénz, ugye lány voltam, és ott szolgáltam, olyan nagyon rendes volt, most én segítem őtet. Akkor még én mondtam, hogy a kegyelmes asszony, hogy miért nem megy el külföldre a lányához? Hát a gróf úr ott van. Az elment, és ő nem ment el, mert Majk, hát ez a mindenhol volt, a Majki kastély, és az a terület tetszett neki, ott az a helység, még minden, hát ő nem ment el, ott maradt. Pedig hát a lányán a sokkal jobb sor lett volna, nem? Mikor a férje ott volt, és ő itt maradt volna. Azt mondja, Rézi, én nem megyek el, azt mondja, én nem megyek. Megszoktam, és ha akár mi lesz, azt mondja, én itt akarok meghalni. Mi lett a kastély berendezésével? Hát azt elvitték. Kik vitték el? Hát aki akart, az vitt. Nyitva volt minden, hogy rófnő kiment, akkor mindenki lopott, aki ott lakott. Mind. És más is, aki nem is ott, hát jöttek és elvitték. Én csak úgy hallottam. Mert én nem hoztam el semmit. Nekem nem kellett. Elhozta az emlékeket? Ja. Jaj, nem is láttam még, hogy néz az képület ki. Nem lehet ráismerni. És mindenféle bútor volt itt, hát az már nincs itt. Volt itt bútor is, sok bútor volt itt. Csúnya, nagyon csúnya. Hát én ilyen nem is tudok hallani a rágyomni, hogy néz ki ez a kastély. Isten bizony.